Sziasztok! Köszöntöm az MTZ Agrolog műsor nézőit. Ebben a mai kis videóban körbejárunk nektek, veletek egy 1976-os gyártású MTZ 50-es traktort, amelyet egy elhagyott tanyán találtunk, legalábbis a szomszédok által. A szomszédok hívták fel a figyelmünket, hogy érdekel-e minket, mint videó anyagként egy ilyen MTZ traktor, ami gyakorlatilag évtizedek óta mozdulatlanul áll. Nos, mi akkor azonnal fogtuk a kamerát, és megkerestük a 50-es MTZ-t, és így a szomszédok mondták, hogy hozzájuk az a tanya nem túl közel van, de a régi tulajdonok sok se nagyon foglalkoztak a géppel, se a tanyaterülettel, így ez itt van, itt maradt, végül is, mint ahogy láthatjátok, tehát a gumik is elég kopott állapotban vannak, a hátsók is. Az elsők is. Nos, hát a fém felületekről meg ne is beszéljünk, tehát látszik azért, hogy a moha és az idő vasfogat teljesen kikezdte őket. A fülke lekamerázásától eltekintenénk, mert nem tudom, hogy mennyire látható a videóban, de rengeteg a darázs fészek benne, és én úgy gondoltam, hogy vagy legalábbis mi úgy gondoltuk, hogy mi ne szenvedjünk el darázs csípést. Így is a kedves úriember, aki nekünk ezt a gépet megengedte, hogy levideózzuk, őt már pár perc ezelőtt meg is csípte a darázs. Tehát nem szeretnénk mi is abba a hibába esni, hogy minket is megcsípjen. Úgyhogy itt van ez a fantasztikus, jó kis öreg MTZ traktor, amit jó lenne újjá varázsolni, vagy legalábbis valamilyen szinten felújítani, de jelenleg ez elérhetetlen történet, mert a tonya szomszéd gyakorlatilag az elmondása szerint már nem is lehet tudni, hogy ki a tonya tulajdonosa. Évek óta nem láttak itt senkit, akik voltak, azokkal nem tartják kapcsolatot, tehát jelenleg ez a traktornak a sorsa innentől kezdve elég bizonytalan. A személyiségi jogokra hivatkozva igazából nem nagyon szeretnénk elárulni, hogy hol található ez a gép, ugyanis nem eladás céljából kerül videóba ez a traktor, hanem csak, hogy milyen csodák és kincsek vannak elhagyva, elhagyatottan. Tönkrement mezőgazdasági területeken. Amit lehet róla tudni, az az, hogy Tiszán túlon található ez a település, ahol most település, a település mellett lévő tanyás térség, ahol rátaláltunk erre a kis öreg gépre. Nos, eddig jó évben ennyi fért volna bele ebbe a kis videóba. Köszönjük, hogyha megtekintettétek, megnéztétek. Sziasztok!